Polgári engedetlenségi mozgalmat hirdet a Mi Hazánk mozgalom a túlzott, észszerűtlen lezárások ellen, és ma bíróság elé is állok az Országos Roma Önkormányzat székháza előtt betiltott kegyeleti megemlékezés megszervezése miatt, amit a Deák téri kettős gyilkosság után tartottunk. A Mi Hazánk mozgalom szerint elfogadhatatlanok a túlzott korlátozások, nem hagyhatjuk szó nélkül a földön fekvő magyart fejberúgó gyanúsított szabadon engedését, illetve az újabb budapesti késeléseket, lincseléseket, lincshangulatot sem. A nemzeti ellenállás az számomra azt jelenti, hogy elmegyek a jogállamiság határáig, de azt soha nem lépem túl. Azt gondolom, hogy ez történt ezen a napon is, amikor a kegyeleti megemlékezésünkkel kellett hangot adnunk a Deák téri lincseléssel szemben. Nem a cigány bűnözőktől a bicskát, hanem a magyaroktól a zászlót vette el a rendőrség. A májusi kegyeleti megemlékezésünkön elkoboztak magyar és árpádsávos lobogót is. Ilyen utoljára talán csak a Gyurcsány kormány idején fordult elő. Vajon egy szivárványos zászlóval is megmerte volna ezt tenni az Orbán kormány rendőrsége? A kérdés költői, a válasz pedig prózai. Orbán Viktornak nem volt mondani valója a Deák téri lincseléssel kapcsolatban. Karácsony Gergelynek csak egy nácizásra futotta. Vadai Ágnes és Szél Bernadett pedig a 2006-os gyurcsányi hagyományuk szerinti oszlatást várt volna el a megemlékezőkkel szemben. Idén májusban rendőrségi bírságok sorozatát kapták a Mi Hazánk mozgalom tagjai, immár Facebook bejegyzésekért is. Megbírságolta a rendőrség Torockai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét 150 ezer, Duró Dóra elnök helyettest 200 ezer, engem alelnökként 200 ezer, Árgyalán János pártigazgatót 150 ezer, dr. Apáti István országgyűlési képviselőt 130 ezer forintra, Vékony Csongort, a Mi Hazánk ifjainak vezetőjét 110 ezer forintra, és a mozgalom számos tagja kapott még bírságot, sőt, a jogvédőként fellépő Gaudi Nagy Tamásra is kiszabtak egy 100 ezres büntetést a Deák téri lincselés áldozataira emlékére meghirdetett kegyeleti megemlékezésen való részvétele miatt. Illetve Duró Dórát és engem azért is megbüntettek, mert a Facebook oldalunkon mertünk buzdítani az Orő székháza előtti rendezvényre. A rendőrség mindenkinél hivatkozik a veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése, szabálysértés elkövetésére, holott maszkban és a szükséges távolság betartásával gyülekeztek a résztvevők, ellentétben a rendőrökkel, akik a Dohány utca egy részének lezárásával összezsúfolták a tömeget. A rendőrök a megemlékezésre érkezőket hazaküldték, sokakat igazoltattak, többektől elvették a zászlókat, transzparenseket, összesen 34 embert jelentettek fel. Eljárást indítottak a párt két országgyűlési képviselője ellen is, akik természetesen mindketten önként lemondtak a mentelmi jogukról, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik eltörölni a képviselők mentelmi jogát, hadat üzenve a politikus bűnözésnek is. Most ismét polgári engedetlenséggel, tetteink következményét vállalva buzdítunk a túlzott lezárások elleni tiltakozásra, csatlakozva a lengyel, német, olasz vendéglátósok megnyitásához is, szolidaritást vállalva a kis és középvállalkozókkal. Az uszodák és edzőtermek megnyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, a lezárás ellenes párt, valamint a hónapok óta, hát többnyire szünetelő testnevelési órák újraindítását, hiszen a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor. Az, hogy futni sem mehet a szülő, miután lefektette a gyermekét, ugyanolyan kontraproduktív, mint a 19 órás boltzár, amely miatt csak összezsúfolódnak a vásárlók. Itt az idő tehát feloldani a kijárási korlátozásokat. De nem csak kenyérrel él az ember, a színházak, stadionok, sportcsarnokok és más szórakozóhelyek újranyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, és különösen a vendéglátó helyekét, akár korlátozott létszámmal, de működhessenek ismét. Ezek a
Többségében kisvállalkozások tavaly is lényegében 4 hónapot zárva kellett tartsanak, nem bírnak tovább zárva lenni, tönkre fognak menni. És hát egy vendéglátóhelyen itt sem tartózkodna egyszerre több ember, mint például egy átlagos élelmiszerüzletben, nem beszélve a plázákról, ahol akár több ezer ember is van jelen egyszerre. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetésével szemben is. Legyen joga mindenkinek dönteni, aki úgy érzi, hogy veszélyt, fertőzésveszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja természetesen. Tehát mindenki dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkodókat. Gigantikus kiadások vannak a lezárások miatt, miközben ennek a pénznek volna helye például az egészségügy különböző területein. Felbecsülhetetlen egészségkárosodást szenvednek el az emberek a halasztott műtétek, az elmaradt kontroll és szűrővizsgálatok miatt. A lezárások ellen pedig aláírásgyűjtésbe is kezdett a Mi Hazánk mozgalom, a mihazánk.hu per lezárás ellen címen lehet tiltakozni. Kiszabott 200 000 forint pénzbírság összegét gyülekezési joggal visszaélés, szabásértés elkövetése miatt 100 000 forintra csökkenti. Az eljárás alá vont személlyel szemben veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése, szabásértés elkövetése miatt indult eljárást megszünteti. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.